Politikusok, sportszervezetek, vezetői szakemberek beszélgettek a mai napon a sport helyzetéről. Arra kérném Bánki Eriket, a Magyarországgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának elnökét, hogy pár szóban értékelje, hogy hol tart ma a magyar sport, az elmúlt időszakban milyen döntések születtek. A magyar sport helyzete tragikus. Tehát olyan mély ponton van, aminél lejjebb már nem lehet. Ezt mutatja az is, hogy az év végén az országos költségvetés elfogadása után egy olyan kampány indult a sport támogatások szintjének emelése mellett, amihez fogható civil kezdeményezés korábban még nem történt. Ugye egy sportnapilap felvetésére számtalan sportszervezet vezetője, sportolók csatlakoztak ehhez a felhíváshoz. Egy utolsó segélykiáltásként fogalmazták meg igényeiket, hogy legalább 1 milliárd forintra szüksége van ahhoz az élsportnak, hogy az olimpiai felkészülés menete ne törjön meg. Ehhez képest más és egyéb problémákkal is küzd a sport. Évek óta nincs érdemi infrastruktúra fejlesztési lehetőség, erre az állam pályázati forrásokat nem ad. A sportegyesületek működése gyakorlatilag mára ellehetetlenült, és ez nem csak az állami támogatások folyamatos csökkenésének, hanem az önkormányzatok egyre rosszabb anyagi helyzetének a következménye is. Szóval sorolhatnám még azt a számtalan problémát, amelyet az elmúlt 7-8 év alatt felhalmozott. Ez a kifejezetten sporttal ellenséges magatartást tanúsító kormány, pontosabban kormányok. Tehát a helyzet nem könnyű, mondhatnám egyrésztről, másrésztről meg viszonylag könnyű sikert elérni ezen a területen, hiszen nagyon jó elképzelések vannak a különböző sportági szakszövetségek részéről, olyan fejlesztési programok, amelyek mögé, ha az állam odaáll, akkor azt gondolom, hogy ezek középtávon eredményre vezethetőek. Tehát átláthatóbbá kell tenni a finanszírozási viszonyokat, az államnak komolyabb szerepet kell vállalni a jelenleginél. Az, hogy a költségvetés kiadásainak alig több mint 1%-át fordítja sportra ez a kormány, az elfogadhatatlan, tehát növelni kell a sporttámogatások összegét, és olyan feltételeket kell teremteni az utánpótlás sport fejlesztésével, amely a versenysport számára a privát tőke bevonás lehetőségét is biztosítja. Szóval megvan a programunk, tudjunk, hogy mit akarunk, és összefogva a sportági szakszövetségek vezetőivel, a sportolókkal szerintem sikerre védhetjük a magyar sportügyet.